Az egyik, ugye ez a Tóth Komlósi polgármester úr is itt van, akit én is üdvözlök. Ugye ez, ott kaptak ők pénzt arra, hogy egy autómosót építsenek. Ugye elméletileg ezek az Európai Uniós pénzeknek megvan a szabályuk, hogy mire lehet kapni, miért lehet kapni. Tehát, hogyha ott akarják Orosházán a autót mosni, akkor azt fogják mosni, és akkor kell egy ilyen vállalkozást csinálni, vegyen fel rá hitelt, és akkor meg lesz. Na, jó napot, képviselő. 40 ezer forint per nap pért vállal, ezért már egyetemes volt eljönni. 40 ezer nap, még van egy szék, most tessék elfoglalni. Ahol tartunk, tehát Délbékés Mezőgazdasági Termelői Alapítvány és a Kodolányi Iskolát, Kodolányi Főiskolát érintő programról van szó. Először is elnézést kérek, és... Egy óráig megyünk. Én ráérek. Mondom, a kislányomnak van falsangibája 4 órakor szexáron. Én pedig megígértem a feleségemnek, hogy elviszem vacsorázni, hiszen mégiscsak Valentin nap van, úgyhogy szeretném elvinni, de addigra csak hazaérek. No, tehát én nem viccelődni jöttem, hanem azért, hogy segítsek a válaszadásokba, hát hogyha ez sikerülni fog, méghozzá azért, mert láttam, hogy az én arcképemmel próbálták reklámozni a mai fórumokat, azt gondoltam, hogy akkor mégiscsak eljövök, hát a világosabbá tudok tenni néhány dolgot, sőt egy-két javaslattal is élnék, hogy magyarázattal kezdjem. Az első, ami napirendi pontjuk volt, automosó Tóth Komlósról teleportált Orosházára. Na most ezt lehet mellé beszélni, hogy lehet ekkorákat kajlizni, hogy nem vette észre a hatóság, és most elolvastam a Tóth Komlósi DK-nak a valakinek az írását, hogy egyszerűen nem vették észre és hamisítottak dokumentumokat, majd ezt követően mégis ezt a 70 millió forint értékű támogatást kifizették, és nem vették észre, hogy nem Tóth Komlóson vannak, hanem Orosházán. Na most ekkora balféknek, baleknek nem nézhetnek senkit, hogy ez beveszi. Tehát ekkorát hazudni, most komolyan képviselő úr, tehát hogy nem veszi észre senki azt, hogy Tóth Komlós helyette Orosházán épült föl. Tóth Komlóson, ahol az automosok tervezték. Ott meglepetéssel állítja egy parasztember, hogy az ő birtoka, az fogalma nincs, hogy mi az automosok. Ezt az RTL televízió leadta adásban. Látta ezt az adást? Tehát ha nem, akkor a Kujú úrnak el fogom küldeni, hogy nézzék meg még egyszer, mert az RTL televízió azt állítja, hogy ha nem tud róla a tulajdonos, az ő tulajdonára beadtak egy pályázatot, akkor nyilvánvaló, hogy ott nem stimmel egy dolog. Ebben is egyetértünk. Ne mondja ki, állítsa. Törvénytelenség történt. De állítsa, és tegyen feljelentést. Tehát az, amit önök most itt vetítenek, meg porthintenek, hogy talán, meg egyebek, meg megbeszéltek egy emberrel, akit ott találtak az utcán, hogy az orosházi embereket maximálisan szolgálja. Mindemellett Tóth Komlóson egyébként működik egy automosó, menjen ki, szerintem jár a Takácsferi barátjához sűrűn, ott megnézi, megmoshatja az autóját, és az orosháziaknak is nagy örömére. Köszönöm, egyébként Orosházán működik egy automosó. Elfogadja azt, hogy az RTL televízió leadott egy ilyen műsor, biztos lát ezt. Nem láttam, nem nézek RTL, de a Hatházi úrnak láttam, hogy volt kint szelfizni. Azt láttam, tehát ő volt. Tehát nyilvánvalóan... Ő volt egy-két évvel ezelőtt Vásárhelyről jött éppen a Lázár Jánostól. Szexhádon és az ön iradai előtt is ott láttam ilyen Széchenyi programos iradós ilyen kis összegekről, ilyen 10-20 millió forintos összegekről nyertek. Hát ezzel nincsen semmi probléma, meg kell valósítani. Az orvosi rendelőjénél, ott az általános. Én ezt nem tartom kivetni valóban. Rendezzük, tehát egyetlen egy fillért nem nyertem, én ezt a bérlem egy kollégámtól, és ő nyerte, ő neki a gyógyszerforgalmazó cége nyert. Ön állatorvos, tehát szeretne orvos lenni. Hát tudom, mert tegnap ott beszélgettem az utcán, mondták, hogy ha nem kérünk számlát, akkor még olcsóbban is heréli a macskát. Tehát, hogy értem, én elbeszélgettem ott az emberekkel, túl jó véleménnyel nincsenek önről. Hogy helyre tegyem, az automos ügyében hamis telekönyvet adott ki a kormányszerv, majd a teljesülés igazolásánál nem vette észre, hogy Tóth Komlóson van az automosó kormányszerv másik intézménye. Na most ezért a természetesen a cég és a testvére még feljelentést fognak tenni, vagy már meg is tették, de azért ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Hát ezt itt van, majd meg fogom annak mutatni. Hát a demokratikus koalíció Tóth Komlós azon az oldalon, ahol egyébként önök hirdetik azt, hogy az én arcképemmel, hogy jöjjenek ide erre a megbeszélésre, fórumra, bármire. Én azért jöttem, hogy válaszokat adjak, és a mellé beszéléseket, amiket önök itt végezvesznek, és tudom, hogy nem egy baráti közegben vagyok, de azért mégiscsak megpróbálnék válaszokat adni. Ez nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy
azt, amit most vizionálnak, és akkor az első kérdést le is zárnám, azt, amit vizionálnak, hogy Tóth Komlós helyett Orosházán tud megépülni egy, és kifizetik a végét csak úgy, hogy Tóth Komlós kapta. Ezt természetesen ellenőrizték, és ez teljes mértékben rendben volt. Ha nem így van, akkor tegyen feljelentést, és ne csináljon semmi nemi bűnpártolást, de hát ez öntől nem idegen dolog. Európai uniós projekteket. Ezeknek egy részét, ezt 2015-nek a legvégén kapták meg, még olyanok is voltak, amikor decemberben kormányhatározatot hoztak arról, hogy még ott a legutolsó pillanatban pénzt kapnak. Azért legutolsó pillanat, mert 2015-ben zárult le az akkori Európai Uniós támogatási ciklus időszak. Tehát még egyszer, lehet, hogy unalmas, de ezek szép dolgok, egy picit belegondolnak, próbálják értelmezni. Ha vannak fideszesek, már általában szoktak ilyenkor lenni, azok is, próbálják megértelmezni. Keret megállapodás területi emberi erőforrás fejlesztési program komplex megvalósítására irányuló szakértői kapacitás rendelkezésre bocsátására. Ami viszont a poén benne, a szerződés kötés időpontja 2015. november 9-e volt. És utána ez az alapítvány a záró közleményt megírta november 30-án. Tehát november 30-a alatt ezt a 80 millió forintot, 88 millió forintot már el is költötték erre a humán erőforrás fejlesztésre. Ezen kívül a projektben számtalan tanácsadás is megvalósult, melyek főként a humán erőforrás szolgáltatás fejlesztését és felzárkóztatást, a kutatási szolgáltatások fejlesztését, illetve az együttműködések fejlesztését célozták meg. A humán erőforrás fejlesztését célzó tanácsadások során főként pályaválasztási, személyiségfejlesztési, karrier és család összehangolását segítő, egyéni munkateljesítmény javítását célzó és vállalkozóvá válás támogató tanácsadások, illetve ezekhez kapcsolódó tanulmányok, a kutatási szolgáltatások fejlesztése során javarészt innovációs stratégiák, kutatási programok és szervezetfejlesztési tanulmányok valósultak meg és készültek el. Négy különböző témakörben zajlottak a képzések, az alábbiak szerint volt vezetőképzés, tudománymenedzser képzés, tudásprojektmenedzsment képzés és nemzetközi kutatási projektasszisztens képzés is. A kutató és fejlesztő munka sikeres megvalósítása érdekében két darab MTA doktori címmel, illetve ezzel egyenértékű kutató és fejlesztő háttérre rendelkező kutató is bevonulásra került. Ez hogy lehet? Ezt ön mondja meg nekem, hogy hogy lehet, miután 15 millió forint az érték határa annak, amikor közbeszerzés és nyílt közbeszerzésről kell beszélnünk, itt pedig 88 millió forintról beszél. Itt ismételten csak azt kell mondanom, hogy vagy csúsztat, vagy hazudik. Tehát, hogy ez nem olyan túlságosan bonyolult ez a dolog. Szerintem megpróbál porthinteni, megpróbál valamit félrevezetni, és aztán azt mondja, hogy hát erre nincs magyarázat, hát azért, mert se füle, se farka, maga is belebonyolódott ebbe a dologba. Aztán mond egy konkrét dolgot, amin itt hallottam, hogy fölhördült a közösség, és én szeretném jelezni, hogy ezek a projektek azért nem mellékesek. Tehát én azt szeretném erre mondani... Nem. Jó, de még jó, mindjárt röviden elmondja a képviselő. Képviselő röviden még válaszol, utána van még kettő kérdés, utána annak helyt adunk mindenkinek. Tehát én azt veszem észre, hogy 2006-ban lettem polgármestere Pusztaurlakának, 2010-ben pedig a Délbékési Kistérségnek az elnöke. 2010-ben éppen volt egy cikk a Békés-megyei Hírlapban, ami arról szólt, hogy Délbékés, Magyarország harmadik leghátrányosabb helyzetű térsége. Na most mindenki akkoriban betonutat akart építeni, iskolákat akart felújítani, pedig a szocialista kormány önök állva tapsoltak annak, hogy Gyurcsányék éppen bezárják az iskoláinkat, nem csinálnak nálunk semmiféle felújítást, értem? A lényeges. Oké, rendben van. Lényeges. Ne vissza megint előre. Még ide vágulok. Oda akarom. Tehát a harmadik leghátrányosabb helyzetű térséget örököltük meg. A harmadik leghátrányosabb helyzetű térséget örököltük meg önöktől. Ennek érdekében én baromi sokat dolgoztam a kollégákkal, szakemberekkel, polgármesterekkel, hogy valamilyen úton módon kezdjük el az iskolákat újra nyitni, kezdjük el felújítani, bölcsödéket építsünk, utakat, úthálózatokat építsünk, és mindezekre egyébként számtalan példát tudnék mondani településenként. Ehhez képest
Csak akkor adták oda az LHH-s térségeknek ezt a pénzt, hogyha egy indikátort vállalnak. Ha az indikátor vállaláshoz kövesút felújítás, iskola felújítás, vagy sportcsarnok építés tartozik, vagy orvosi rendelő felújítás tartozik, akkor tudni kell azt is, hogy a bevontak számát azt annak idején úgy nevezték, hogy TÁMOP, most úgy nevezik, hogy EFOP, erről képviselő úr beszélt hosszasan. Ott be kellett vonni olyan embereket, akiket egyébként részt vettetünk képzésben, majd elvégzik ezeket, teljesítik. Erre adnak pénzt, majd hogyha elvégezte ezt a feladatot éppen a délbékési kistérség, az alapítvány vagy a valamelyik önkormányzat, majd ezt követően ezt a pénzt megkaphatták, de csak akkor, hogyha teljesítési igazolást be tudták mutatni. Élvezem, tehát végre, hogy kapna az ember válaszokat. Tehát... Tehát ne siessen annyira, hát akkor maradjon még egy kicsit. Nekem is sietnem kell, higgyel, de fontos, hát beszéljük meg, hát szívesen. Hát ha már mégiscsak az arcképemmel reklámozzák magukat, hogy akkor jöjjenek el, akkor hát csak adok már választ, tudjam követni. Mert ez ön is elvesztette a fonalat. Semmilyen fontos, bocsánat, akkor még egyszer nem tudom. Oké, az a biztos, hogy ismét eljött. Az történt, hogy a Kodolányi Főiskola interdisziplináris kutatásfejlesztésre kapott elméletileg 192 millió forintot. Nem az történt, hogy ő megbízott kutatókat, megbízott oktatókat, hogy ugye csináljanak ebből tananyagokat. Hanem az történt, hogy megbízta a Dél-Békési Mezőgazdasági Termelőkért Alapítványt, az pedig kiírt egy közbeszerzést, és meghívta ugyanazokat, nagyon sok mindenhez érthetnek azok a cégek, ugyanazokat a cégeket, akik az előbb a szűrést, az orvosi szűrést csinálták, ugyanazokat meghívta, hogy képzéseket tartsanak, és tanulmányokat írjanak. Hát miért kellett ön szerint a Kodolányi Főiskolának ezt az alapítványt megkérni arra, hogy azok meg megkérnek budapesti cégeket, hogy ezeket a képzéseket, ugye nagyon sok mindenhez értenek, még egyszer mondom, Mennyi úrnál is a főszereplők voltak, tehát ezeket a cégeket hívják meg. Tehát erre valóban kíváncsi a válaszra, azt, vagy szeretné is kántálni ugyanazt, amit mindig el? Oké, jó. Tehát akkor erről én sem tudok bővebbet. Egy dolgot viszont sejtek. Ha fölkérték a mezőgazdasági alapítványt, annak két oka lehetett. Egy. A mezőgazdasági alapítvány hosszú-hosszú évek óta gondoskodik a térségnek, az önkormányzatnak a belső ellenőrzéseiről. Ez az alapítvány van ott, ahol egyébként baj van, kidőlnek a fák, akkor ők azt kivágják. Ha segíteni kell egy rákos betegen, akkor ők szerveznek gyűjtéseket. Rengeteg jó dolgot tett, és rengeteg programot valósítottak meg, többek között ilyen szűrő programokat is, és óriási adatbázissal rendelkeznek, és egy komoly szakmai háttérrel. Én azt nem tudom elképzelni, hogy a Kodolányi megbízta a mezőgazdasági alapítványt, esetlegesen akkor tudom azt elképzelni, ha ők közösen konzorciumba indultak egy pályázaton, azért, mert a tudományos szakterületnek a referenciáját tudhatta igazolni az egyetem, és a helyi referenciákat, a lakossággal való kapcsolatfelvételt, és a helyi... Hát dehogy ne, hát ne viccelje már, hogy ne lenne. Hát az egy tanulmány megírása, egy tanulmány kérdése, nem volt itt, mi dolgoztunk ezen, egy tanulmány megírása, az nem Budapestről, nem? A kalendula tervben, a tanulmány megírása, az nem Budapestről történik, megírják Dél-Békés vagy Orosházra, azt helyben kell, a helyi erőkkel, akik tudják, a helyi specialitásokat. Egész Békés megyében nincsen egyetlen egy másik szervezet sem. Hát ugye, hogy mindig ezzel a szervezettel találkozom. Meg az ő rokonainak a cégeivel. Mégiscsak egy országos média, ezért fontosnak tartom, hogy megfelelő választ adjak önnek. Ha ezt a kérdést fölteszi nekem, akkor én föltenném önnek azt a kérdést, hogy és tud olyan pályázókat, akiket kiütött, és éppen elestek ettől lehetőségtől? Mert ezek a civil szervezetek, akik nem pénzt kaptak, hozzáteszem, feladatra jelentkeztek, föltették a kezüket a pályázati kiírás alapján, hogy ők el fogják végezni azt, amit a pályázat kiírója szeretett volna, majd amikor ezt elvégezték, és el tudtak vele számolni mindenféle dokumentációval, vagy megkapták a pénzüket, vagy nem, vannak olyan szervezetek, amik Dél-Békésben igenis, az én irányításom mellett, például amikor kistérségi elnök voltam, vagy pusztaortlakán polgármester voltam, vagy éppen a civil szervezetek, akiket én támogatok, és minden egyes orosházi szervezetet, vagy önkormányzatot támogatok. Ha ez hozzám köthető, akkor ez bátran és büszkén vállalom. Ha tud mondani egyetlen egy olyan szervezetet, akit ezért nehéz hátrányba soroltak, vagy azt tudjuk mondani, hogy egyébként ők kilettek ütve, és más nem kapott pénzt emiatt, akkor tessék mondani. Én erre azt tudom mondani, hogy lehet, hogy mások nem pályáztak. Ezek nem könnyű pályázatok. Ezek nem könnyű pályázatok. Azt gondolják, ez csak ilyen egyszerű megmosta. Kérdezzék meg Zsura Zoltánt, milyen nehéz helyzetben van most. Egy fél évvel ezelőtt feljelentette a saját pályázatát, úgy, hogy egyébként provokátorokat küldtek be egy helyszínre, ahol aláírtak olyan papírokat, akik senki nem tudja, hogy kinek a megbízásából, kinek a munka
kifizette őket, bementek ezek az emberek valakit meg aláírni, valamilyen papírokat aláírni, most pedig itt van, hogy meg kell valósítani ezt a pályátot, mert ha nem teljesíti, nem a pénzt kell elkölteni, hanem a feladatot kell elvégezni. Ha elvégezte a feladatot, akkor megkaphatja érte a pénzt, de csak akkor, ha elvégezte, és ezt be tudja bizonyítani pontról pontra. Tehát még egyszer szeretném helyre tenni, már csak önöknek, mert mégiscsak mérvadó országos média. Mindjárt. Itt nem pénzt kapnak, itt feladatra jelentkeznek, és a feladat elvégzéséhez kapnak feladatot. Ott sundámbundámot magukba kezelgetnek, meg tettek feljelentést, előbb-utóbb ez ki fog derülni, hogy van-e ilyen vagy nincsen, és ha igen, akkor az, aki ezt megcsinálta, az, aki ezt fölbújtotta, az vigye el a balhét. Jó, bocsánat, polgármester úr, megszólít, szólítva. Nem volt, ezt én meg kell jelenteni. Úgy kaptunk információt az ügyel kapcsolatban, hogy az ott a rendezvényen résztvevő szlovák lakosok hívtak fel engem, hogy azt gondolták, istázzák őket. Sem engedély nem volt a aláásgyűjtésre, sem bejelentés. Megjelent két hölgy, és két az aláásgyűjtés. Azonnal rendőrt kellett volna hívni. Azonnal rendőrt kellett, nem a hatházi, tehát a hatházi nem rendőr. Tehát rendőrt kellett volna hívni azonnal. Hatházi úr, miután én megjelöltem őt, mint tanút, és a bíróságon meg kell, hogy jelenjen majd. Ezt be is jelentettem a bíróságon. Vajon miért jött ide el a térségbe rögtön ezt követően? Biztos nem provokálni, gondolom, hogy nehogy véletlenül valami feljelentés okán azt lehessen mondani, hogy elfogultan fog nyilatkozni. De én azért megkockáztatom, hogy provokálni jött, és azt fogja arra próbál játszani, hogy a bíróságon ne kelljen neki tanúskodni, mert a bíróságon viszont tanúként köti az igazmondási kötelezettség. Itt ma önöknek azt hazudott, amit akart. Egyébként a korrupció infón azt hazudik, amit akar. A barátaival csúsztat, egyébként védhetően, mert a véleményét mondja el, velem szemben még könnyebb a dolga, hiszen közszereplő vagyok, nekem kötelező tűrnöm. Tehát ő ezt megtette, egyértelműen ezért jött el, szeretném közölni, hogy nem fogják megúszni, el fognak jönni. Hogy miért tűrtem ezt idáig 2-3 éven keresztül? Nekem azt mondták, hogy majd a nyomozó hatóság ki fogja ezt vizsgálni. Én önként mondtam le a mentelmi jogomról, mert azt gondolom, hogy a törvény mindenkire egyformán vonatkozik. Önök összejátszottak egy csomó olyan szervel, médiával, amivel hamarabb jutottak információhoz, ezen kívül a visszaéltek adatokkal. Én ezt le is írtam, át is fogok adni önnek egyből egy dolgot, és ebből magyarázatot kaphat a kérdésére is, hogy hogy juthattunk el idáig, eddig a pontig, de bátran megállok egyenes gerinccel a bíróság előtt is, ahol egyébként még fog ön is ülni a vádlottak padján, remélem, nem tudom, nem állítom, de ha megtörténhetett velem az, ami megtörtént, akkor önnel is megtörténhet, és nagyon gyorsan. Jó, azt szeretném még azt szeretném elmondani, utolsó mondat, aztán lezárjuk. A képviselő úr még csak kérdezett. De ez a sajtótájékoztatót ezt mi szerveztük, és nyilván megkapta a lehetőséget. Ezért képviselő úr elindított egy ilyen folyamatot, az a neve ennek a folyamatnak, hogy korrupcióinfo.hu. Én a mai napon elindítottam egy olyan hírportált, amire szívesen invitálom a médiát, önöket, mindenkinek adok szórólapot. Az a neve, hogy mit érdemel az a bűnös, aki mást hamisan vádol. De hogy szálljon ránk több időt egyébként, vegyen részt. Nem, én önt vádolom. Jó, oké, köszönöm. Hatházi képviselő úr természetesen nem baráti szándékkal tette a fotómat a fórumokra meghívóra, de ha már ezt megtette, ellátogatott Délbékésbe, akkor szívesen segítek a tovább gondolkodásba. Ezért jöttem el, fogadják ezt el tőlem, hogyha elfogadják, akkor ezt szívesen teszem a jövőben is. Minden egyes kérdésre nagyon szívesen válaszolok. De szeretném, hogyha ön is válaszolna néhány kérdés, ezt most föltettem, aztán majd meglátjuk, hogy ön fog válaszolni, vagy más. Mit érdemel az a bűnös, aki mást hamisan vádol? Már csak azért, mert hogy itt 2 napirendi pontot én még javasolnék hozzá még 5-öt, de beírtam, hogy 2-es, 3-as, 4-et, 5-ös napirendi pontnak, mivel hogy csak egy órát szán Délbékésre, azért tegye meg legközelebb, hogy egy kicsit többet szán ránk, ezért voltam gondoltam, hogy igen, remélem is, hogy jön, meg én is megyek önökhöz most már, hogy ha már ilyen baráti kapcsolat kialakult, akkor megtisztelem én is önt az én társaságommal. Mit érdemel az a bűnös, aki magyar emberek adataival üzletel, esetleg 2-ös ügynökként információt ad és kap bármilyen barterületekben? Én fölteszem ki, és majd megválaszolják az emberek. Mit érdemel az a bűnös, aki nem ad magyarázatot arra, hogy miért juttatta külföldre magyar emberek adatait, uram, bocsá, más országok szolgálatait ezáltal segítve? Mit érdemel az a bűnös, aki csalárda aljas módon a halálba hajszolta idős beteg szomszédját? Mit érdemel az a bűnös, aki képes embertársait
úgy lenullázni, kizsigerelni, megalázni, mint a rabszolgatartó, csicskáztatók és a cinkosaik, itt van az egyik ember. Kezet foghatnak, mikor kimennek, öleljék meg egymást, és talán meg is puszilhatják. Szabó Ervin, mit érdemel az a bűnös, aki farizeus módra politikai haszonszerzése érdekében képes tönkretenni az orosházi körzetben megkezdett fejlesztési folyamatokat, ezzel egyébként is nehéz helyzetben lévő délbékésiek életét megkeserítve. Önök itt éket akarnak verni egy olyan összefogásra, aminek köszönhetően ma most le tudott jönni normális úton, 10 évvel ezelőtt ide nem lehetett eljönni normális úton. Iskolák működnek, egyetemi város fogunk építeni, és ha megszakadnak, akkor se fogják tudni megakadályozni, hogy élettel teli dinamikus orosházát fogunk fölépíteni, ahol a fiatalok jól fogják érezni magukat. Lesz újra mozink, lesz egyetemünk, felújítjuk az összes iskolát, és mindenkinek jobb lesz az élete, és olyan vállalkozásfejlesztési és turisztikai fejlesztési programokat hajtunk végre, amit megkezdtünk, és referenciánk van rá, amiknek köszönhetően itt fognak letelepedni az emberek. Ezt önök el akarják gáncsolni, megértem. Én nem akarok semmit. Önök egyetlen valakinek a lobbistája. Ön egy háttérhatalomnak, gazdasági, politikai háttérhatalomnak a lobbistája. Elnézést kérek, egyetlen, köszönöm. Egyetlen egy kérdést. Egyetlen már én is képviselő, hogyha már ilyen tündérjen, majd a bíróságon úgyis találkozunk. Már nincs mentelmi jog, végre kibújt a mentelmi jog mögül, és most már itt van. Elmúlt 10 évben hol volt? Miért nem csinált semmit? Járdát építettek. Képviselő úr, bocsánat, én erről válaszolnék. A média, van itt még média? Képviselő, bocsánat. Mit érdemel az a bűnös, aki más hamisan vádolja? Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a szenvedélyes vitákat tartított sajtótájékoztatóra jöttek. Mind a két képviselő úrnak köszönöm a hozzászólásait. Nyilván ki a bíróságon, ki a közéletben. Érdemi fejlődés nincs orosházán. Ez az olyan biztos. De igaz. Sajnos. Képviselő úr. A hozzám hasonlóknak kér, mit történt Rosházán? Fiatal nő, diplomások, mit történt Rosházán? Járdát épített egy métert. Az elmúlt 10 évben. Engem a mozi nem fog itt tartani. Hány diplomás állás? Nincsen. Született Rosházán. Hogy áll? Kedves kifé. Tessék az orvosok. Kezdjük a társunk össze. Magánba is már. Kezdjük a kurezé alatt sem. Az a baj. Mondom, tehát orvosokra mi történt? A. A kórházra több mint 1 milliárd forintot költöttünk, annak érdekében, hogy felújítsuk. Én nem gondolom azt, hogy a vezetőség helyén kezelt a dolgokat, de meg tudtuk akadályozni azt pár évvel ezelőtt, hogy a kórház nem zárt be. Ez nekünk volt köszönhető a mi lobby tevékenységünknek, mert a bezárás szélére került, mert nem tudták ellátni a feladatokat. B. A mentőállomást felújítottuk, új mentőautók érkeztek, sőt, Tótkolóson építettünk még egy mentőállomást, új mentőautókkal. Szeretném elmondani, hogy azért azoknak az embereknek, akik gyógyítanak és a mindennapokban részt vesznek a munkában, emberek életét mentsék, azoknak azért túl esett az, hogy normális gépjárművel tudtak menni, és egy normális eszközzel tudtak dolgozni. C. Az ügyeleti rendszernek a fejlesztése most folyik, ez több mint 100 millió forintot fog jelenteni itt ebben a térségben, csak az ügyeleti rendszernek. D. Ha jól számolom. Orvosi rendelő, legyen az. Az orvosi rendelőt felújítása megkezdődött, szépen elindultunk folyamatosan, minden egyes orvosi rendelőt fel fogunk újítani, most vagyunk éppen a fogorvosi rendelőknél, és a házi orvosoknak a bérét is elkezdtük emelni, rendezni. Most már elindult egy ilyen rendezési folyamat, ami nem egyszerű, egy olyan gazdaságban lévő országnál, mint amilyen. Mindent megteszünk annak érdekében. Önök nem tudtak annyit letenni az asztalra, most nem önről beszélek, hogy általában beszélek, annyit, hogy egyáltalán fölmérjék a problémát, tettek-e bármit, és döntöttek az orosháziak. Döntöttek az orosháziak, azt mondták, hogy nincs olyan szükség. És az orosi idejön is hozzá se vagy állni, azt mondom, hogy 100%-ig mindenre. Válaszoltam, hányszor akarom én válaszolni, nem érti? Azon az értelmi szinten nincsen, hogy az egyszer azt mondom, hogy igen, akkor az igen. Akarja hallani még egyszer? Igen, igen, hát a legyen tanulunk, bölcs embertől kell tanulnunk, amit a mi orvosházat, mi az azt láttuk, hogy 10 évig tegyen értünk valamit. Kértük döntést az orvosházára. Most már róla hallgassuk. De már most, hogyha nem ezzel működik. Ezzel nincsen szükség. Ön gyakorlatilag... Mert ön fogja megépíteni a tanúszodát, ön fogja kijárni. Jó, hát... Ön vagy a Jánbor Benedek fogja, már nem akarom megadni, csak az országgyűlésben ott volt sokáig, mint az önök jobbikus képviselő, nem csinál semmit. Nem tudom, hogy hívták. Na mindegy, de ő intézi el? Vagy ki fogja elintézni egyébként? Jó, minden egyes problémával én aztán jönnek, és csak az, amiket
keresik meg, ön tudja, ki keresik meg. Ön maximum a cigányok keresik meg annak érdekében, hogy védje őket a csicskáztatásra. Maga ennyiben. Következő kérdés. Hányan halt már kapcsolatért viszontban az elmúlt 10 évben, Délvékésben? Ha egy is, az is rengeteg. 10 év végére a tanúszolát mikor lesz konkrétan, képviselő úr? Lesz tanúszolat, mert ő nem tudja intézni, de én el tudom intézni. Én el tudom intézni. És mikor? Megint a majd 15-20 évet várjuk? Én tudom, hogy lesz tanúszolat. Mert ez a bölcsönet, hogy